Isten dicsőségére öntetett a 2021. évben a hívek közadakozásából a Munkácsi Református Egyházközség számára. Öntötte Gombos Miklós és fia Ferenc őrbottyánban. Soli Deo Gloria. Ez olvasható azon a harangon, amelyet a Nemzeti Összetartozás napján szenteltek fel a helyi református templomban. A háladó alkalmon Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke hirdetett igét, aki kiemelte, hogy míg a harang szól, van remény az emberek számára, mivel tart Isten kegyelmi időszaka. Kárpátalján ma lehet sokan arra gondolnak, hogy itt el fognak némulni a harangok. A Munkácsi Református Egyházközség a mai eseménnyel is azt mutatja, hogy a harangok nem némulnak el Kárpátalján, sem a református, sem más templomokban, mert az emberek Istenben vetett hittel és reménységgel élik a mindennapjaikat a megpróbáltatások idején, és a gyülekezet ezzel azt is kifejezi, hogy jövőjük van, azt is kifejezi, hogy egy közösségnek missziója van, mert akik ide szoktak járni, azok tudják, hogy mikor van Isten tisztelet, de a harang nem egy órát helyettesít csupán, hogy tudják, hogy mikor kell eljönni, hanem jelzi azt, hogy itt él Isten népe, Isten hívogatja magához az embereket, a menny összeér a földdel a templomokban, az emberi szívekben, és ez az a hely, ahová a közösség is hívogatja azokat, akik még nem találkoztak az evangéliummal, Isten lelkével. Én azt látom, hogy ennek a közösségnek is a mai ünnepség reménységet és erőt is ad, azt is mutatja, hogy ennek a közösségnek van ereje, van missziója, és én hálás vagyok azért, hogy a Munkács szívében a református közösség magyarul éli a mindennapjait, hirdeti az evangéliumot, megéli a hitét, és a mai ige is olyan csodálatosan rendeltetett ki, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes lelkedből, erődből, elmédből, és fele barátodat, mint magadat. Ez így összefoglalja a gyülekezetnek is a lényegét, a jövőjét, a küldetését, és a harang is a gyülekezetnek a része, tehát azt szoktuk mondani, hogy laknak a toronyban, tehát Munkácsi templomtoronyban két harang lakik, és hívogató hangjával hívja az Isten kegyelméhez, szeretetéhez az embereket, akik az ő igéjét meghallhatják. Legyen áldott ez a harang, és ahogyan hallottuk a harangok történetét a Munkácsi Egyházközség életében, ez is legalább 200 évig hirdesse az Isten dicsőségét, azt, hogy itt él Isten népe, és az Isten várja hozzá térő embereket. Ma még lehet, ma még szabad. Az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten, áldja meg és szentelje meg az ő dicsőségére öntött új harangot. Az alkalmon az új harangot Tóth László, a Beregi Egyházmegye esperese szentelte fel. Szinte mindenki, aki megszólalt ezt a gondolatot, előhozta, hogy a harang az mindig hívogat. Hívogat az Istenhez bennünket, és én úgy gondolom, hogy minden régióban, de így a Beregiben is nagyon fontos az, hogy az emberek ezt a hívást most meghallják mindenképpen, és ebben a nehéz időszakban, amiben vagyunk, legyünk közelebb az Úrhoz, és ott fogunk találni oltalmat, és ott fogunk találni reménységet a magunk számára. Ugye most láttuk, hogy a templom szinte csordulásig volt tele, bár mindig így lenne. Hogyan állunk most Kárpátalján, hogyan állunk most a régiónkban? Hát én úgy gondolom, hogyha minden gyülekezeti tag, aki valamelyik egyházközségbe tartozik, elmenne az Isten tiszteletre, megtelnének a templomok. Tehát mi mindig vagyunk annyian itt, hogy azok a templompadok ne legyenek üresek. Hát én arra számítok, hogy az Úristen ezáltal a helyzet által is, amiben most vagyunk, adott egy nehézséget, megengedte ezt a sokféle hányattatást, ami itt most Kárpátalján tapasztalható, de ha ez közelebb visz bennünket az Istenhez, akkor ez egy hatalmas ajándék lesz az Úr részéről.
András Imre úr kedves élete párjával, Gulácsi Mária asszonnyal magok költségén öntették Isten dicsőségére a Munkácsi Reformata Eglézsia számára 1783. Ez a felirat szerepelt azon a harangon, amely több mint 200 évig szolgálta a híveket, de 2021-ben megrepett. Többek között erről is beszélt Gulácsi Dániel helyi református lelkipásztor, amikor ismertette a Munkácsi Református templom harangjainak történetét. Ugyanazzal a hanggal szól ez az új harang, mint a régi, és hál' Istennek el is készült ez az új harang, amit most 2023 tavaszán, így április folyamán sikerült elhelyeznünk a toronyban. A régit leemeltük, és szeretnénk majd később kiállítani, és az új harangot pedig használatba vettük Isten kegyelméből, és ma már az Isten tiszteleten ennek az új harangnak a hangja is hívogatott minket. A jövő az egy nagyon nagy titok számunkra, sokszor próbálunk reménykedve előre tekinteni, és úgy hiszem, hogy a gyülekezetben ilyen reménykedő lélekkel vagyunk együtt. Sajnos a statisztikáink azok azt mutatják, hogy nagyon kevés a gyerek, nagyon kevés a fiatal család, aki itt maradt, különösen a háború óta sajnos nagyon sok fiatal család hiányzik a körünkből, akiket hiányolunk. Azonban úgy gondolom, hogy a reménység az mindig a statisztikák ellenére szól, és itt Munkácson mi szeretnénk megmaradni. Nem feltétlenül úgy szeretnénk megmaradni, mint akik egy elzárkózott közösség, mert magyarok vagyunk, inkább szeretnénk nyitottak lenni az ukrán nyelvűek számára is, hiszen Isten igéje mindenkinek szól, mindenkinek az anyanyelvén szól, ezért a mi Isten tiszteleteinken van szinkron tolmácsolás, amikor az ukrán nyelvű tagjaink is meghallgathatják az igét. Úgyhogy mi szeretnénk nyitottak lenni, és mindenképpen azt a szeretetet és békességet szeretnénk megélni, ami régen is jellemző volt erre a vidékre, Kárpátaljára, hogy nemzetek békésen tudtak együtt élni. Mi reménykedünk abban, hogy ez a lelkület megmarad, és ez a békés együttélés megmarad, és ennek fényében tudunk csak reménykedni, hogy van megmaradásunk, és az Istennek van terve velünk, hiszen ez a gyülekezet is megmaradt, megvan, rengetegszer volt ez a gyülekezet üldöztetésben, sokszor nem volt templomuk sehol összegyűlni, nagyon hányattató sorsa van a Munkácsi Református közösségnek az elmúlt, hát majdnem 500 évre visszatekintve. Mégis valahogy mindig volt ennek a közösségnek egy megtartó ereje, és úgy gondolom, hogy az Istenben van ez az erő, tőle jön, így tudunk reménykedni az emberi számítások ellenére is abban, hogy az Isten megtart minket, ha az ő akarata ez, és a gyülekezet is meg tud maradni a jövőben, és épülni tud. Az új harang a munkácsi emberek példaértékű magatartásának a szimbóluma, hiszen amikor a korábbi megsérült, pillanatok alatt sikerült összegyűjteni az összeget, melyből elkészülhetett a mai, emelte ki dr. Vackó László, a Munkácsi Református Egyházközség gondnoka, a Munkácsi Keresztény Egészségügyi Központ főorvosa. Isten kegyelméből mi mindig él ez a kis munkácsi gyülekezet. Egyre kevesebben vagyunk, ez igaz, de hiszük azt, hogy Isten háza nem marad üresen, ő fel tudja tölteni mindig, és annak is örülünk, hogy most már ukrán ajkú testvérek is járnak a gyülekezetünkbe, és hallgathatják Isten igéit ukránul, fordításban, szinkron fordításban tudjuk közvetíteni az egész Isten tiszteletet vasárnaponként. A gyülekezet összetartó, a többsége a gyülekezetnek azért megjelenik vasárnaponként Isten tiszteleten, és amikor meghirdettük, hogy történt egy ilyen esemény, megrepett a harangunk és gyűjtünk egy újra, akkor megmozdult a gyülekezet. Hiába pici, apró, de adakozó. Olyan emberek is hoztak adományokat, akikről nem is gondoltuk volna, hogy összegyűjtenek valamennyit, és a legszegényebb is adakozott. Tehát boldogok voltunk, nem azt számoljuk, hogy ki mennyit hozott, hanem azt, hogy mindenki megmozdult, és mindenki részt akart venni benne, és hála Istennek ma ünnepelünk. Ünnep volt ez a nap a Munkácsi Református közösség számára, hiszen mindenki emlékében megmarad, hogy az új harangot a Nemzeti Összetartozás napján szentelték fel, ezzel is mutatván azt, hogy a helyi közösség bízik a békés jövőben,